Na és hát idejöttünk, mert az adás nagy része itt fog játszódni a Sofitelnél, ugyanis elkezdték bontani ezt a szállodát, ami nem várt hullámokat vetett a magyar építész szakma zivataros tengerén. Szóval egy kicsit arról, hogy hol is vagyunk, aki esetleg nem mozog annyira otthonosan Budapesten, a Lánchíd környékén, méghozzá a Dunaparton szemben van a Budai Vár. Ez pedig a Sofitel Hotel, amit 1982-ben adtak át, szóval, hogy egy évvel az én születésem után, és most már bontják is, úgyhogy elmondható, hogy ha lett volna köztünk verseny, akkor én azt megnyertem. És a szállodát 1979-ben kezdték el építeni a Kádár korszakban, amikor felhoztak ide egy rakás izét, ez például egy üres telek volt, mert a II. Világháborúban szétbombázták a Lloydot, aztán utána üres telek került ide, és aztán beindult itt a szálloda építési láz, aminek köszönhetően a pesti Dunarakpart egy ilyen kellemes lakótelepes hangulatot kapott. És ennek során építették fel ezt a hotelt is, ami 10 emelet magas volt, és olyan 350 szoba fért el benne. Ám még ezt a hotelt itt mögöttem, az Intercontinentált egyértelműen és egyöntetűen divat volt utáni hosszú évtizedeken keresztül, mert hogy túlságosan nagy, túlságosan erőteljesen belenyomul a Dunai panorámába, addig erről a hotelről azt mondták, hogy ez kb. Oké, sőt. Egyrészt azért, mert nem olyan elviselhetetlenül nagy hodály, szóval, hogy úgy szinte sunnyog itt az Ötvös József szobor mögött, másrészt meg azért, és ezt volt alkalmam nekem is kipróbálni, mert őrületesen jó volt a beltere, szóval egy ilyen hatalmas luk van ott középen, és akkora luk volt ott, hogy még egy repülőgépet is le lehetett lógatni, meg itt voltak az első üvegfalú liftek odabent Magyarországon, ami azt jelentette, hogy úgy tudtál utazni a liftben, hogy közben kiláttál. És most az történik, hogy szétzúzzák az egészet, mármint hogy a külseit, a homologzatát, ezt egészen pontosan év végéig fogják bontani, aztán utána nekiindul a felújítás, ami még nem lehet tudni, hogy pontosan meddig fog tartani, de valószínűleg jó sokáig, és ráhúznak még egy szintet, és átalakítják a külseit, nem ezek a ilyen izék lesznek, hanem ilyen kerekizék. És a többség azt mondja, hogy ez tök oké, bontsák le, amúgy is randa minden, ami akkoriban készült, miközben az építész szakma azt mondja, hogy hát oké, hogy akkoriban elég sok randaság készült, de ez pont teljesen oké volt, és hogy valamit azért meg kéne őrizni abból a korszakból, különben egyáltalán nem fogunk rá emlékezni, vagy ha nem is őrzik meg, akkor legalább valami olyat kéne a helyére építeni, ami hosszabb távon lesz menő. És az építészek azt mondják, hogy amit most felhúznak a helyére, az mondjuk ilyen 1-2 évig izgalmas lesz, esetleg 5-10 évig, aztán utána teljes jelentéktelenség vár rá, és hogyha 20-30 év múlva ránéznek, az pont annyira divatját múltnak és unalmasnak fogják tartani, amit most húznak fel ide, mint ami most van itt, akkor meg már kár szétbontani ezt, hogy ne is emlékezzünk arra, hogy volt itt egykor egy ilyen. És amiért különösen vérzik az építész szakmának a szíve, az a beltér, amit már én is méltattam, mert hogy azt állítják néhányan, hogy a legszebb beltér, az, hogy a magyar építészet történetének legszebb és leghatásosabb beltere volt itt valaha. És egyébként tény, hogy a Hyatt Regency szétnézett itt a hotelben, és annyira tetszett neki, amit itt látott, hogy a mai napig ezt a mintát követi, de nem Budapesten, hanem az összes szállodájában szerte a világon, sőt a Hiltonhoz tartozó Regency-nél is azt másolják, vagy legalábbis azt az ihletést próbálják elkapni, amit itt a Sofitelben tapasztaltak. És ezeket a lukakat meg különösen nem lájkolják. Amire azt mondja a tervezőiroda, hogy ho-ho, ne szaladjunk annyira előre, egyrészt megtartjuk az épületnek a főbb arányait, szóval, hogy az semmiképpen sem sérül, másrészt meg ezek nem lukak, hanem ilyen vazarelli ihlette izék. Én nem vagyok építész, nem tudnám megmondani, hogy melyik a szebb ez, vagy ami éppen bontásra kerül, és pár nem tudom megmondani, hogy melyik a szebb ez most, vagy az 30 év múlva. Én azt gondolom, hogy szóval, hogy valahol félúton lehet az igazság. És ahhoz, hogy ezt jobban meg tudjam magyarázni, menjünk át egy másik helyszínre itt a közelben, ahol történt valami ehhez hasonló dolog néhány évvel ezelőtt. Azt hiszem 2 évvel ezelőtt, akkor beszéltem is róla, de most aktualitását is nyeri. Szóval ez itt a Servita Square Building, ami talán olyan 2 évvel ezelőtt készült el. 3, 2, fogalmam sincs, ebben nem vagyok annyira jó. És hát tekintsük meg ezt az épületet, és próbáljuk megválaszolni azt a kérdést, hogy vajon minden idő, vagy akár csak a saját korszakának meghatározó épületeivel van-e dolgunk, és hát viszonylag könnyen arra a következtetésre juthatunk, hogy
Dehogy is. Viszont, hogyha figyelembe veszik, hogy mi volt itt a helyén, hát egy parkolóház volt a helyén, ami viszont inkább emlékeztetett egy atomerőmű köré vont betonszarkofágra, mint bármilyen épületre a belvárosban. Szóval ahhoz a parkolóhoz képest nyilvánvalóan egy hatalmas előrelépés. Ez az épület, hogy ott a sarkon az a másik, az sem egy lenyűgöző darab, viszont sokkal jobban néz ki, mint ami ott volt, ami viszont kimondottan hitvány volt. Na most a Sofitelt azt igazából nagyon-nagyon kevesen tartják hitványnak a szakmából, meg nagyjából szinte senki, de azt azért el lehet ismerni, hogy hát az sem a legcsodálatosabb épület, mármint hogy eredeti formájában, amivel valaha találkoztunk. És ahogy ez sem lett legendás soha, úgy valószínűleg az, ami a Sofitel helyére most épül, az sem lesz legendás soha. De ez vajon kinek a hibája? Mondhatnánk, hogy a tervezők hiszen még nem tudnak legendás épületeket felhúzni minden egyes utcasarokra, de hogyha elkezdünk körülnézni Magyarországon, és aztán elkezdjük vakarni a fejünket, hogy melyik volt az utolsó olyan épület, ami egy korszakot nem csak mondjuk Magyarországon, hanem világszinten is meghatározhatott volna, akkor nagyon-nagyon régre kell visszamennünk a múltba. Mert hogy az van, hogy a magyar közízlés az drámaian konzervatív, és mindig éppen ahhoz a korszakhoz képest nagyon-nagyon konzervatív, amiben éppen vagyunk, szóval tökre lehet, hogy csodálatos klasszicista épületeket venne be most a lakosságnak a gyomra, mondjuk ilyen évszázaddal azután, hogy az menő volt. Viszont ha elkezdenének valóban modern, valóban előremutató épületeket felhúzni a belvárosban, akkor a legtöbben megpróbálnák azt valószínűleg felgyújtani. Szóval ez van. Magyarországon baromira nehéz valamit úgy eladni, hogy az eredeti legyen, mert az eredeti az valamelyes formabontó, és ami formabontó, az meg a többségnek nem tetszik, mert hogy illeszkedjünk már be a sorba, és ne tűnjünk ki belőle. Na, különben is hogy veszi ki magát, hogy ott van egy 200 éves épület mellette, meg egy mai. Persze, amikor 200 évvel ezelőtt felhúzták ezt az épületet, akkor senki sem zavart az, hogy 400 éves mellé húzták fel, de most ez részletkérdés. Szóval igen, valószínűleg az új Sofitel az nem fogja megváltani a világot. Véleményes, hogy a régi az megváltotta bármilyen szempontból a világot, és szerintem egy hatalmas nagy kérdés az, hogy lehetne bármit építeni Magyarországon, ami megváltja a világot. De mondjátok el, odalent kommentben, mert érdekel, hogy ti mit gondoltok erről a témáról, mi pedig most megyünk randizni méghozzá Dórával, akivel gőzgombócot fogunk enni. Mert hogy kiderült, hogy Budapesten is van gőzgombóc, és én nem annyira vagyok odaérte, sőt igazából egyáltalán nem szeretem a gőzgombócot, de ő nagyon-nagyon oda van érte, úgyhogy megkóstoljuk az egyik helyszínen. Több helyen is lehet kapni, hogy mi most egy az egyiken próbáljuk ki. Nem lehet egyszerre sok gőzgombócot enni, mert elteríti az embert, aztán utána nem tud lesiklani a lejtőn, igaz? Egyszerre! Na, hello! Na, menjünk be! Menjünk? Menjünk. Gerg Knödel tenni? Hát, valami olyasmi, az a neve? Gern? Vagy szívesen? Vagy Gern? Jól van. Ah, és van gőzgombóc. Én biztos, hogy szívásat kérek mákkal, de te kérje valamit fahéjasra. Nem tudok megenni egy egészet, én a tiédből ennék. Hát az enyémből biztos nem. Na és azt kell tudni rólunk, hogy amikor a hüttében mászkálunk, akkor Dóra mindig kierőszakolja, hogy együnk ilyen gőzgombócot, és én a mai napig nem értem, hogy ez miért jó, de hiszek neked. Jó, meleg, kenyérszerű, síeléskor nagyon adja. Azt hittem, hogy ez a Jägermeister. Azt nem szabad síeléskor, mert az baleset vesz. És nem fizet, a biztosító. Ha be vagy rúgva, nem fizeti. Nem. Na, úgyhogy mintha síelnénk, csak ugye ez a része most kimaradt, hogy sportolunk. Hát ami, igazából az egyetlen, amit szeretsz a síelésben, amikor beülünk a hüttébe. Igen. És akkor így ezt ebben a formában. Valahogy így a tálalástól egyből sokkal jobban néz ki. Igen, ez egy ilyen, kultúra. Én imádom az aranyat. Ez egy kultúrált. Nézd, és arany a kanár. Ez a klasszikus. És mondom, és az, hogy most még síelni se kellett ezért. Ez a legjobb része. Na? Olyan. És az jó nekünk, vagy olyan? Nekem jó. Figyelj, egy meleg kenyér. Hát meleg, ez létezik ez a műfő, úgy hívják, hogy meleg szendvics. Nem. Ez egy jó lesik a testnek és léleknek, jó? Olyan, nem? Olyan, sőt, tudod mi van? Jó. De hogy azért az van, hogy a hüttékben ilyen ipari dolgokat adnak, fagyasztott krumplit, olyan rántott húst, ami 2 éve korábban készült, és azóta a fagyasztóban várta, hogy kisüssék. Szóval nem csoda, hogy ez is jobb. Igazából minden jobb minden étteremben, mint a hüttékben. Jó, az igaz. De ez finom. Na, jó. Okay. Én nem is akartam enni. Látom, hogy elég jól megy.
Na, hát... Mákos a fogam? Ne, igen. Várjál, hát nézem. Aha, középen. Én kitisztítottam az enyémet. Tudod mi a trükk, mit kell csinálni? Nem. Nagy víznyomással. Tehát, hogy vizet venni a szádba, és azt átpréselni hátulról előre felé a fogaid azt között. Én inkább azt válaszol, hogy nem fog mosolyogni. Jó. Nekem viszont, az a trükköm, hogy... Van némi tanulságunk, tehát, hogyha másban nem is, de minden esetre ebben a gergnődelben utolértük Ausztriát, nem? Igen. Sőt, le is hagytuk. Na, köszönjük, hogy velünk voltatok. Ez az adás mára ennyi. Találkozunk a következővel. Sziasztok!